a segélyszolgálat. Értem, rendben, vettem, vége. Mentőakció indul! Túl a kéklő távoli tengeren, vár a parti város, jöjj velem. Víg kalanddal tölti napjait, a sok barát ki itt lakik. De vigyázz, kész a baj, ki tesz rendet hamar. Segít a két hős, itt a két hős, nézd a két hős, itt jön már. Fiona, gyorsan oldd, ha ég a tűz. Pali fut, nyomoz, vagy tettest űz. De a varjú, hogyha erre jár, figyeld meg, biztos lesz akár. De veszélyben, bajban, segítség is van. Segít a két hős, itt a két hős, nézd a két hős, itt jön már. A város hősei. Vészvonzó a hős. Fiona, vigyázz, kérlek! Mentési akció a második emeleten! Bízd csak rám, elintézem! Ez szép volt, Fiona! Ez aztán meleg helyzet volt! Tá-di-dá-di-dú, tá-di-dó-di-dí, tá-bi-dá-bi-dú-bi-dú, hűha! A város hőseim ma igazán hősiesek. Hogyan érhetném el, hogy én is közéjük tartozzak? Légy riadó készültségben, légy résen, állj két lábbal a földön! Ó, ne! Lángoló lombok! Értesítenem kell Palit és Fionát! Ne, várjunk! Jobb lesz, ha ezt én intézem. Megmutathatom a többieknek, hogy egy igazi hős vagyok. Segítség! Segítség! Az öntözőcső megbolondult! Pali, van egy csőrablónk! Zárd el gyorsan a vizet! Nem semmi mutatvány volt, vészvonzó varjú. Mondd, egyben vagy? Ki én? Remekül vagyok, csak segítettem. Hisz ez teszik az igazi hősök, nem igaz? Ez roppant kedves tőled, varjú, de tudod, a tűzoltás nem a te dolgod. Nem az én dolgom, de akkor mi az én dolgom? Attól tartok, erre magadnak kell rájönnöd. Előbb-utóbb mindenki rájön, mi az erőssége. Viszlát! Hónapok óta várom, hogy bemutassák a Szuper Szárnyasok című mozifilmet. Ó, én is! Imádom az akciófilmeket! Bárcsak én is hős lehetnék, de úgy látszik, senki sem szeretné, hogy segítsek neki. Ugyan, varjú komám, a város tele van hősökkel. Csak azt kell kitalálnod, hogy te milyen hős vagy. Na igen, persze. Jaj, ne! Ez a ház lángokban áll. Már senki sem tudja, én szuperszárnyas vagyok. Eloltom a tüzet, de titokban kell tartanom a kilétemet. Semmi pánik! Szuperszárnyas megmenti a házat! Jiha! Ott van szuperszárnyas! Nincs baj, blökik, elmúlt a veszély, kint vagytok, hála szuper szárnyasnak! Ó, szuper szárnyas, te vagy az én hősöm! Juhé! Jé! Bár csak nekünk is lenne egy szuper szárnyasunk. Ő aztán egy igazi hős. Ez az! Én is ilyen hősmadár leszek! Egy szuper hős! Most lennem kell, szia! Ó, nem könnyű ez a vetési munka. Azt hiszem, ideje ebédszünetet tartanom. Ha?
Menjetek a földemről, tollas hátúak! Ó, ha Lulu itt volna, ez nem történne meg. Ta-ta-ta! Én vagyok a hős segítő, és eljöttem, hogy segítsek! Járőrözni fogok a városban, és nyitva tartom a szemem. Akár szeretnék, akár nem! Hős segítő most hősiesen letérdepel, és kideríti a zaj forrását. Jaj, ne, egy porú járt macsek. Egyet se fész őrbukcicus, hős segítőt, fantasztikus. Megmentelek, ha kell, ha nem. Szépen kihalászom ezzel a vödörrel. Csak is egy brilliáns elme képes így szellemdús ötletre lelni. Segítőhős bátran leereszti tehát mentőeszközét a rejtélyekkel teli sötét verembe. Majd tüstént visszarántja a mentővödröt. Gyerekjáték. Hiszen kidolgozott karja, szuper, izmos. De mi ez? A vödör beleakadt valamibe? De semmi vész, hősegítő most beveti szuper kihúzási képességét. Gyere már! Macska karmolás, az egyetlen gyengém. Segítő örömmel veszi, ha a lakók jó szolgálatot tesznek. A maszkom! Nekem titokban kell tartanom a kilétemet! Ó, minden rendben. Vajon mi ütött belé? Elképzelésem sincs, de remélem nem ütötte be nagyon a kobakját. Nem hinném, ez csak amolyan várjus dolog. Gyere, guruljunk vissza az állomásra. Végre valahára elaludtak ezek a pimasz tollas hátúak. Azt hiszem, nekem is jót tenne egy kis alvás. Micsoda? Hé, ti szemtelen egerek! Menjetek a földemről! Hol jár Lulu, amikor szükség volna rá? Tűnés innen! Gyerünk! Rajta, rajta, el innen! Hős segítő vakmerően száll szembe a tüzes pokollal. Hős segítő mindig ott terem, akár kell, akár nem! Hős segítő erős karjában egy vödör vízzel már is megközelíti a tűzforrá... Hős segítő, hősiesen harcol a heves tűzzel, ami egyre jobban és jobban terjed. Jaj, nem tudom megfékezni a tüzet. Az egyetlen gyengeségem. Segélyszolgálat? Igazán? Tűzötöd ki a parkban. Induljatok azon nyomban, hősök. Rajta, Fiona! Indul az akció! Kérlek, bújj elő, vészvonzó varjú! Tudjuk, hogy te vagy az! Ti tudjátok, hogy lehet az? Nem sok maszkos madár rohangál a városban, varjú. Na hát! Erre nem is gondoltam. Figyelj, pajtás! Szép volt az igyekezet, de mostantól hagyd a profikra a vészhelyzetek elhárítását. De hisz én csak segíteni akartam. Már megint itt van, vajon ki lehet a gazdája? Hát, azt hiszem, felismertem, miközben karmolázott engem. Ez Traktor Tomi cicusa. Jóságos olaj! Valakinek gondját kell viselnie, amíg visszavisszük Tomi farmjára. De, apci, én allergiás vagyok. Én meg jobban kedvelem a kutyusokat. Majd én megoldom. Hét cicus, ma este velem maradhatsz, és holnap reggel szépen visszaviszlek téged Traktor Tomihoz. Köszönöm, varjú, ezzel nagyon sokat segítesz. Úgy van, igazi hős vagy, ha segítesz a cicus ügyében. Egy igazi hős vagyok, én tudtam. Tűnjetek innen, gyerünk, gyerünk, tűnés, takarodjatok. Íha! Lulu, hát itt vagy. Hála az égnek, nem kell tovább bajlódnom ezekkel a nyavajás egerekkel.
Köszönöm, hogy visszahoztad nekem Lulut, varjukoma. Már csak azt kellene kitalálnom, hogy mit kezdjek az átkozott madarakkal. Hé, Tommy, a madarak hozzászokhattak a madárijesztőthöz. Miért nem cseréled ki a ruháját? Hogyan? Ta-ta-ta! A mindenét! Köszönöm, varjukoma, ez csodás, óriási segítséget nyújtottál nekem. Talán ez meglepet valakit? Vészvonzó varjú a nap hőse! Magyar hangok. Renát Zoltán, Szórádi Erika, Markovics Tamás, Szabó Zselyke, Gubányi György István, Harmat Imre. Magyar szöveg Udvaros Melinda, gyártásvezető Bárány Judit, rendezőasszisztens Fülpesi Beáta és Zeffer Anita, szinkronrendező Talpas Iván. A szinkron a Jim Jam megbízásából a BTI stúdióban készült.